Sziasztok! A Samsung uh, új flagship telefonjai pár napja kerültek bemutatásra. Magyarországon február 25-től lesznek kaphatók a boltokban, de szerencsére szuper gyorsan meg is érkezett hozzám a teljes felhozatal, amit nagyon-nagyon szépen köszönök a Samsungnak. Ebben a videóban a Samsung Galaxy S22-t és az S22 Plus-t fogom bemutatni nektek. Amolyan rövid bemutató videó keretében, ha úgy tetszik, ez egy hands-on videó, a részletes tesztel pedig majd jövő héten fogok jelentkezni. Nos, az S22 és az S22 Plus ugyanazt a dizájn követi, mint a korábbi széria. A készülék méretben egy hangyányit kisebb lett, illetve változott a sokat kritizált anyaghasználat. A hátlap többé nem műanyag, hanem üveg, abból is a Gorilla Glass Victus Plus, ami jelenleg kapható legerősebb üveg, más telefonon egyelőre még nem is mutatkozott be. Ez védi természetesen a kijelzőt is, valamint a készülék kerete is erősebb lett, Armor alumínium ötvözet, úgyhogy a készülékek sokkal minőségibb, tartósabb érzetet keltenek, és természetesen az IP68-as vízállóság is megmaradt. A dizájn az szerintem még mindig teli találat, és kézben tartani mind a két telefon nagyon-nagyon jó érzés. A kijelző természetesen AMOLED mindegyik esetében 1080p-sek és maximum 120 Hz-es képfrissítéssel rendelkeznek, és 240 Hz-es érintési mintavételezési frekvenciával bírnak, úgyhogy ö, extrán responszív érzet a telefonok használata. A különbség a méret, a kisebb modell 6,1, míg a nagyobb 6,6 hüvelykes képátlóval rendelkezik. Próbáltam őket kültéren, a fényerő eszméletlen jó mindkettőnél, főleg a plusz modell esetében, ami extrém 1750 nit-es maximális fénysűrűségre képes, van neki egy extra fényes módja is, ami gyakorlatilag kiegeti a retinádat, hogyha beltéren próbálkozol vele. Ez a legfényesebb kijelző, amit valaha láttam, és szerintem direkt napsütésben sem lesz olyan tartalom, ami erről nem olvasható le, ebben teljesen biztos vagyok. A chip változott, búcsú az Exynos 2100-tól, az új modellek 4 es technológiára épülő Exynos 2200-dal érkeznek Európába, mely jóval erősebbnek ígérkezik az elődnél, főleg a GPU teljesítményben. Egyelőre csak Asphalt 9-el próbáltam, és néha ilyen mikroakadásokat tapasztaltam, szerintem még nincs optimalizálva az új chipre, mert ennél jóval gyengébb SOC-k is produkáltak már simább futást, de gondolom a készülék megjelenésére azért ez ki lesz javítva, de majd azért teszten kipróbálom többi játékkal is. A teljesítmény az biztos, hogy például a Snapdragon 888 fölött kell, hogy legyen. Változott az akkumulátorkapacitás is, az S22 egy 3700 mah az S22 Plus pedig egy 4500 mah telepet kapott, az üzemidőt természetesen majd letesztelem, de egyelőre így érzetre egy picit jobbnak tűnik, mint az elődnél. Mindkét készülék 15 wattos vezeték nélküli töltést támogat, és ami még különbség a kettő között, hogy még az S22 25 wattos ö, teljesítménnyel tölthető, a plusz modell viszont akár 45 watttal is tölthető. Az adapter mindkét készülék esetében külön vásárolható meg. A szoftver az újdonságok esetén Android 12 One UI 41 el ez egy betonstabil és gyors rendszer, a fent található a részletesebb bemutató róla. A kamera felépítés mindkét modell esetében ugyanaz, és a Samsung nagy előrelépést ígér az előtt modellhez képest, sötét fényviszonyok mellett, ezt természetesen majd le fogom tesztelni. A főegység egy 50 megapixeles, majdnem dupla akkora pixelmérettel, mint az S21-nél volt, a telefotó 64 megapixelesről 10 megapixelre csökkent, de itt is nagyobb a pixelméret, valamint most már háromszoros optikai zoomunk van, az ultraszéles az pedig ugyanaz a 12 megapixeles egység maradt, mint az előző évi modellben volt. Papíron jobbnak kell lennie, mint az előd, kíváncsi leszek, összehasonlítom majd az S21-el. Lőttem pár fotót az S22 és S22 Plus duo a fotók minősége remek, de majd a teszt időszak alatt ezt a szokásos részletességgel ki fogom elemezni. Úgyhogy nagyon röviden ez az S22 és az S22 Plus, ugyanazt a dizájnt kapjuk sokkal jobb anyaghasználattal, erősebb hardware-rel, jobb kijelzővel, valamint vélhetően még jobb kamerákkal. Nekem mind a kettő készülék nagyon tetszik, így ö, egy nap után számomra kiderült, hogy mindkettő egy nagyon-nagyon jó telefon. Kérlek, iratkozz fel a csatornára, ha kíváncsi vagy a teljes tesztekre, melyet szerintem a jövő hétre el is készítek. A felvételek nagy részét az S22 Ultra-val készítettem, úgyhogy mondjátok el kommentben, hogy mit gondoltok, milyen a képminőség az S22 Ultra videózása esetén. Találkozzunk nem sokára, sziasztok!